Mindig nehéz megszólalni, mert ugyanis kellene valami köszönés. Hát már itt a rokonsági dolgok kapcsán ugye előkerült, hogy hívhatnám önöket barátaimnak, mondhatnák ismerősöknek, mondhatnák Komának, mondhatnám akárminek, testvéremnek is mondhatnám, és általában a levelet írok, és ha megszólalok is, gondolkozom rajta, hogy hogy kéne megszólítani azokat, akik előttem ülnek. Mostanában használom a kedves lelki rokonaim kifejezést, mert úgy érzem, hogy akik itt ülnek, azok a lelki rokonságban vagyok, a rokonsági fokok. Ide fordulok és belenézek abba a dobozba. Szeretettel üdvözlöm a minket képernyőn figyelőket. Szerte az egész világban, San Franciscótól egészen Kanadáig, illetve itt Erdélyben, és azon belül is Székelyföldön. Tudom, hogy tömegével figyelnek minket, és néznek, és vesznek részt ezen a tanácskozáson, és amennyiben kérdésük van, kérem tegyék fel Ferenc Évának, megadom a villámlevél címét, tehát Ferenc Éva, info@kukac.podcast.chatbot.com. Ezt már az új magyar nyelven mondtam ezt az utolsó részt, így azért, hogyha valaki mégis fel akarja tenni a kérdést ugye ide Ferenc Évának, aki sajnos megint nincs itt, de réután reméljük itt lesz. Dolgozik, tudjuk, nagyon jó, de remélem lesz előadása. Tehát akkor elbúcsúzom a nézőktől abban a reményben, hogy meg fogják kérdezni, hogy akkor egy sírba lehet-e két lovat betenni. És majd akkor innen lesz egy válasz, miután elpusztult. Hát a lényegre térve, szeretettel köszöntöm Gazda Józsefet, mert miatta járok ide. Miért mondom ezt? Azért, mert őt tartom a főszereplőnek, és őt tartom az egész 30 évnek a lelkének. Hogy keveset tudunk róla, az annak is köszönhető, hogy ahogy múlnak az évek, egyre csöndesebb, biztos láttatok, egyre kevesebbszer szólal meg, egyre kevesebbet szerepel. Az öregségnek van egy olyan korszaka, hogy az ember befelé fordul, és lezárja a szemét meg a fülét, ő is tegnap gyakran becsukta a szemét, mikor beszélgettem vele, befelé összpontosít. Valószínű, hogy törvényszerű, mert valahogyan el kell búcsúzni ettől a világtól. Minden esetre példaképemnek tartom, és azt azért el kell mondjam, hogy még amikor a felesége élt, akkor kerültem ide először szegényen Marival, az én párommal, nála aludtunk, és megismerkedtem a feleségével, akinek a szépséges munkái itt lógnak. Én szerintem túl keveset tudunk róla, hogy mondjak rá bizonyítékokat. Tehát tegnap előtt, vagy tavaly hallottam, hogy színjátszó körökkel bejárta a környéket, ott, hogy magyar szóval, magyar színházi előadást hallhassanak a helybeliek. Én ezt nem tudtam. Azt se tudtam, azt tegnap hallottam tőle, hogy a takaróknak, a szőtteseknek az az eredete, hogy Afganisztánba járt a feleségével, ahol rálátott a sokak által ismert szóra, amit úgy hívunk, hogy ikat. Mivel egy ilyen turbánt látott, ez megint jutotta a képzelő erejét, hogy ilyen takarókat készítsen. Köszönöm Ferenc Évának, hogy ezek itt lógnak, amúgy a terem pocsék, finoman megfogalmazva, művészi értéke nulla, kivéve ezt a hét tárgyat, ami itt lóg. Én tudom, hogy nem vették észre, én se vettem évekig észre, idén viszont feltűnően figyeltem, és a sok-sok ismeretlenből az pedig az, hogy Kós Károly, Szent Imre Judit, Nagy Jenő Moldvával kapcsolatos könyvében rábukkantam Jóska bátyám fényképeire. Tegnap megkérdeztem tőle, hogy mégis mikor járt Moldvában és mikor vette fel, azt mondta, hogy 1960-as évek képeire nagyon jól emlékszem. Ugye ez van benne például a könyvben. Mondtam is neki, hogy akkor jövőre lehetne egy kiállítás abból a 200 képből, ami Moldvát
1960-ban mutatja be. Ezt egy néprajzos nagyon jól megérti, hogy mi az, hogy 60-ban, 80-ban vagy ma. Úgyhogy én adtam neki egy kis feladatot, remélem nem bántottam meg vele, hogy akkor legyen még kiállítás és folytatás. Hát én akkor le is zárnám vele kapcsolatos dolgokat, amiket szántam, és akkor marad az én tartalma, amivel maradt, hány perc? Valamennyi, jó. Tehát a képeket azt villámgyorsan valamennyire látták, de én akkor leülnék, és akkor azt mondanám, hogy tavasz kerekedik, bimbó tüzesedik. Jázmin fával ékes agancs verekedik. Csodafiú szarvas neki tülekedik, neki tülekedik. Jázminfa virágát lerágom hajnalra. Inaimmal ugrok nyár delelő napba. Pörkölődök, soványodok, maradok magamra, maradok magamra. Vadászok meglőnek, golyó a szügyemben. Balatonban a sok víz, mind az én könnyem. Sírva sírok, sírva sírok, ha sietek, lemaradok, csodafiú szarvas, hiába vagyok, hiába vagyok. Deresen, havasan eljön a karácsony. Csodafiú szarvas feláll az oltáron. Szép agancsa gyúlva gyullad, gyertya 13, gyertya 13. Vadászok meglőnek, golyó a szügyemben. Balatonban a sok víz, mind az én könnyem. Sírva sírok, sírva sírok, ha sietek, lemaradok, csodafiú szarvas, hiába vagyok, hiába vagyok. Deresen, havasan eljön a karácsony. Csodafiú szarvas feláll az oltáron. Szép agancsa gyúlva gyullad, gyertya 13, gyertya 13. Köszönöm. A előadásomnak a címe most már az is sorra került, az arról szól, hogy vannak ősfoglalkozások. Nyilván tudják, hogy ki üszülte ezt a szót, hogy magyar ősfoglalkozások. Mostanában ritkán emlegetik a nevét, H-val kezdődik, és a második az O-val. Később elárulom, de sokan tudják. Tehát ő fogalmazta meg így ezt a két szót, hogy ősfoglalkozások. Ugye az egyik az a pásztorkodás, a másik pedig a halászat. Én ezt kiegészíteném, igen, meg volt.
Kiegészíteném egy másikkal, ugyanis 1972-ben egy tiszamenti kisfaluban észrevettem egy asszonyt, aki egy terem közepén ült, és valahogy így csinált. Ez az a korszakunk volt, amikor városiként felfedeztük, hogy van ilyen, hogy magyar falu. Ez egyáltalán milyen is a falu, meg a magyar falu az milyen. Ez az asszony ott ült és így böködött, én nem tudtam, hogy ez akkora hatással lesz rám, hogy 10 évig ezzel a dologgal foglalkoztunk. Amit úgy hívunk, hogy ugye szakajtókötés, gyékényszövés, székbekötés, és még sok minden más, amit ebből az anyagból lehet elkészíteni. Ezt 10 évig végeztük, akkor írtunk egy könyvet róla, és tulajdonképpen összefoglalnám, hogy mi volt a meglátásunk. Hát a meglátásunk az volt, hogy összefüggések vannak a között, hogy hol ismerik ezt a munkát. Tehát a vízválasztó a Duna vonala. Ugye ezt a néprajzosok eddig nem tisztázták. A Duna vonala innen errefele minden gyékényből van, vagyis itt a Duna, arrafelé meg semmi nincs gyékényből. Kivétel az egyetlen picike pont a Fertőtó, ahol szövik a gyékényt. Tehát az első megdöbbenés a gyékénnyel kapcsolatban az volt, hogy ennek van valamilyen sajátossága, hogy az hova köthető, vagy hova nem. Én most visszamennék a Meotiszhoz, ugye köszönöm szépen azt a szót tegnap előttről, vagy tegnapra. Ugyanis ugye Szűcs Sándor ezt lápnak nevezi, vagy rétnek. Tehát én lecserélném a mocsár szót lápra, szernyeláp, ecsediláp, és így tovább. Tehát a láp szó sokkal jobban fedi, mint a másik. És ugye akkor az érmelléket is belevehetem, ugye ott tűnt el utoljára ez a világ. Milyen világ volt? Ez egy csodálatos világ volt, ahol egy szál nád, gyékény, sás nem maradt levágatlanul. Azt mind hazavitték, és ott nőtt következő évben az új. Tehát valami olyan foka volt a megbecsülésének a természetnek, amihez közelében nem érünk. A másik kérdés az volt, hogy magyar sajátossága ez a szakma, ez a mesterség, ez a foglalkozás. Na most, ha körülnéztem Európában, akkor rá kellett jöjjek, hogy egyetlen nép se mestere ennek a munkának. Hát ugye ehhez azért mégis körül kellett nézni, mert ugye ha lettek volna az olaszok, a németek, a franciák és a nem tudom, akkor azt mondhatnánk, hogy ennek a mesterségnek nincs magyar sajátossága, vagy ez nem a magyar sajátosság, csak mind annyi minden más átvettük. Na de ha sehol nem találtam ennek megfelelőjét, akkor elkezdett érdekelni, hogy akkor ennyire egyszálak vagyunk mi magyarok ezzel a picike kis dologgal, hogy még csak egy rokonunk sincs sehol. Hát erre várni kellett, amíg el nem indultunk kelet felé. Ez a 80-as éve, 86-ban voltam először Türkmenisztánban, ez volt életem első utazása, utána 9-szer voltam Türkmenisztánban, és azután szinte minden helyszínen jártam, amikről itt ma szó volt, vagy tegnap szó volt. Tehát még azt akarom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy felmerült bennem is, hogy miért utazik az ember. És akkor felmerült bennem az, hogy Csomának volt egy célja. De érdemes-e céllal utazni? Azt kell mondjam, hogy igen. És ki kell egészítsenem azzal, hogy menjen el mindenki az útra, hogy Csoma is elindult, és rá fog jönni, hogy mit kell neki megtalálni. Ott fog rájönni, amikor már ott van. Hát ezért vagyok ilyen nagy utazás szerető, és akkor egy pillanatra csak gyorsan pergetjük a képeket, hogy van-e rokonsága ennek a munkának tőlünk keletebbre. Ezt most átugorjuk, ugye az erdélyi példák. Törökország fele van az első komolyabb rokonság, amikor ezt először láttuk Törökországban, majd egy másik vidéke Törökországnak. Aztán múzeum van, aztán ima, imádkozásra. Aztán Bulgária is bejött a képbe, nem olyan régen. Annak is ugye a legősibb változata a tápéi változat, vagy a tápén ismert változat, amikor a földön ülve dolgoznak.
aztán ugye onnan egy példa, kiderült, hogy a Baskir múzeumban is ott van a gyékény a ágy alá betéve. Ugye most már többször előkerült, hogy rokonok-e a baskirok, vagy nem. Aztán, ha elmegyünk a Kaukázusba, gyönyörű példák vannak. Miért érdekes? Azért, mert az ima nemezeken, azaz az ima gyékényeken maradt meg. Ugye ezeknek szellemi tartalma van, fontos jelképrendszere van, ezért becsület, jobban becsülték, nem minden nap kopott el, és nem mindenki dobta el. A Kaukázus után Azerbajdzsánban is rátaláltam erre a munkára. Azerbajdzsánt nem kell olyan nagyon különvenni, mert tudjuk, hogy az Oguz ágba beletartozik, a törökség Oguz ágába. Tehát akkor azt lehetne mondani, hogy a török Oguz ágra inkább jellemző, míg a török Kipcsak ágra egyáltalán nem jellemző a növénynek a használata és a vele való munka. Itt vannak a példák, hogy milyen szép mintás gyékényeket szőnek. Ezek mind saját felvételek, ennek a kivételével. Ugye ennek a elhelyezkedése egy honfoglalás körű környezetben, tehát ugye ilyen vándorló sátrakkal használtunk, ugye ennek is megmaradt itt a példája, még egy másik. Jó, és aztán a meglepetés Kasmír. Aki már járt Indiába, tudja, hogy Indiából Kasmír nagyon kilóg. Tehát az indiai műveltségből ez, hogy úgy mondjam, valahonnan oda kerülhetett. Szerencsére ide tettem ezt a kis jelet is, ahogy látják, nagyon örülök neki, hogy eljutottam oda, és hogy ugye már nem mindenki, mindenki a világhálóról vesz mindent. Hát jobb volna a saját fényképeit mutogatná, mint hogy a világhálóról. De nekem is kellett bizonyíték, hogy nem onnan vettem, hanem tényleg ott jártam. Pontosan így szövik Magyarországon is, vagy szőtték. Na hát a nagy kérdés az, hogy mióta szövik Magyarországon. Ugye most kéne bebizonyítanom, hogy 1000 éve. Hát a 1600-as vers, amit ott lehetett látni, az pontosan leírja, hogy mik készültek Erdélyben gyékényből, akkor ugye már visszamentünk 400 évet. Na most vissza kéne menni még tovább, és akkor azt lehetne mondani, valaki mondhatná, hogy a törököktől átvettük mi ennek a tudományát, van egy ilyen vélemény is, de akkor mi van azokkal a szavunkkal, ami mondjuk 1100-ban, 1200-ban került feljegyzésre, és benne van, hogy gyékény vagy gyékényes tó a magyar nyelvterületen. Hát ez az egyik, a másik pedig, hogy azért van megoldás, mert Móra Ferenc kiásott egy sírt, amiben a domba, a homokba egy gyerek csecsemő volt belehelyezve egy szőtt gyékényben. Nyilván a gyerek csecsemőnek nem szántak olyan komoly temetést, hamar meghalt és beletették, tehát van bizonyíték arra, hogy a honfoglaló őseinktől egészen napjainkig ez a foglalkozás élt, így én ezért ide sorolom ezt a dolgot. Ha persze felületes voltam, sokfele jártam, de nem olvastam el 100 000 könyvet, nem írtam róla, pont erről a részéről még semmit, de valamit itt kell hagyni az utánunk jövőknek. Folytassák ezt a dolgot, és próbálják megnézni, hogy amit én itt felvázoltam, az 1000 évet és a magyar sajátosságot, az igaz-e vagy nem. Köszönöm szépen a figyelmet!